Jókor jött. Csapadékhiány a földeken, de várják az utánpótlás. Újra termelődik. Illegális szemét a Durandában. Adomány a kórháznak. Fiatalok gyűjtöttek a kicsiknek. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jöjjenek a részletek. Jól jött az eső a mezőgazdaságnak, bár a szombat óta lehullott közel 10 mm-es csapadék nem oldotta meg az aszály okozta problémákat. Jelenleg száraz magágyba vetnek, mert szeretnék, ha a hét közepére ígért csapadék előtt földbe kerülne a napraforgó. Az őszi halászosok esetében már biztos, hogy elmarad a termés a vártól, nyilatkozta televíziónknak Csontos András, a Horti Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke. Porzik a föld a vetőgép után. A pár milliméternyi csapadék itt nem áztatta meg a földet, de vetni kell, mert a föld hőmérséklete ideális, és szeretnék, ha a hét közepére ígért eső előtt földbe kerülne a napraforgó mag. Szombaton kaptunk lokálisan egy ilyen 8-12 milliméternyi csapadékot, ami már a 24. óra végén jött. Repcék, kalászosok, tehát az őszivetési növények már igen nagy vízhiányra küzdöttek, sőt nagyon sok helyen már termésdepressziónak a jelei mutatkoznak, amit már sajnos ebben az évben nem fog a növény tudni áthidalni. A talajelőkészítéseknél teljesen kiszáradt felső magággyal találkoztunk. Igyekeznek a vetéssel, bíznak a hét közepére ígért csapadékban, akkor lesz esély a kikelésre. Napraforgóból 200 hektárt vetnek el most, a kukoricának is elvetették már a 60%-át. Szépen zöld el az őszi vetés, de a szakember azt mondja, a kalászosok esetében nagy termésre már nem számíthatnak a gazdák, tápanyag és vízhiányos a vetés. Nehéz nyilatkozni, mert ugye eddig ígéretes volt, az állomány egységes most is, de most már sajnos öregszik, éri fel az alsó levelét, tehát nagyon-nagyon azt mondom, hogy csökken a nagy termésnek a lehetősége napról napra, amit csapadék mentesen töltünk el. Leginkább a repce sínyli meg a csapadék hiányt, ott már megkezdődött a kényszervirágzás. Az már most biztos, hogy közepes termést is nehéz lesz elérni, mondta Csontos András. Továbbra is komoly gondot okoz az illegális hulladék Gyöngyösön. A városgazda szerint már olyan területekre is hordják a szemetet, ahol eddig ez nem volt jellemző. A közmunkások a bejelentések alapján a közterületekről összeszedik a hulladékot, a magántulajdonban lévő ingatlanok területén azonban már nincs hatáskörük. Hetente több teherautónyi hulladékot szállítanak el, patkányok viszont így is megjelentek a város több pontján. A bank által lefoglalt ingatlan előtt az udvarán és bent a házban is magas tornyokban áll a szemét a Durandában. Ez csak egy terület azok közül, ahol több köbméternyi hulladékot raknak le ismeretlenek a városban. A közmunkások bejelentés alapján érkeztek a helyszínre, hogy megtakarítsák a közterületet. Az illegális szemét azonban egyre több helyen megjelenik. Olyan helyeken találunk most illegális hulladékot, ami ezidáig nem volt jellemző, minden olyan eldugott, bokros, susnyás területen. Felmentem vasárnap a régi hármason, ott találtunk egy jó fél teherautónyi, az kb. Egy 2,5 köbméternyi illegális hulladékot, ami viszont karosszéria lakatos műhelyből került ki. Az illegális szemét nem csak a látképet rontja, hanem nagy veszélyforrás is, hiszen több helyen megjelentek a patkányok. A közmunkások hetente többször járnak a városban, hogy megtisztítsák a közterületet. Itt azonban egy banki tulajdonú ingatlanról van szó, így a szemétszedés nem az ő feladatuk. Kévés Tamás képviselő szerint a körzet problémája hamarosan az egész városra hatással lesz. Ez egy öröm tanya neki egy patkánynak, meg egy patkány populációnak, és hát ez ugye onnantól elindul, és megy az egész városban mindenhol. Tehát, és tényleg nem riogatni akarom az embereket, de a Duranda hát léte, vagy Duranda kinézete, ez gyakorlatilag évtized múlva az egész félvárosnak a problémája lesz, hanem az egészé. Kévés Tamás szerint a szemétlerakással egy időben az illegális lakásfoglalást is fel kell számolni, mert így szinte követhetetlen, hogy ki nem fizet például szemétszállítási díjat. Ágyneműk és babatörölközők a Gyöngyösi Kórház gyermekosztályának. Négy különböző helyen szervezett jótékonysági gyűjtésből mintegy 2 millió forint gyűlt össze a Bugár Pál Kórház javára, amelyből az intézmény alapítványa vásárolta meg a szükséges textíliákat. Mesefigurás ágyneműk és műtéthez szükséges textíliák. Ezekre mindig nagy szükség van, és sok kell belőlük, mondta Weiss Péter főigazgató.
Az adományokból befolyt közel 2 millió forintból az újszülött és gyermekosztály részére csecsemőruhákat, ágyneműket, fürdőlepedőket és a szülői ágyakra szükséges textíliákat szerzett be a Bugát Pál Kórház Alapítvány az intézmény számára. A műtőtextíliákat is az adományokból sikerült pótolni. Négy adományozóról van szó, amely nagy része az a gyerekosztály textília beszerzéseire adományozott, a Berze gimnázium diákjai, a startműhely vezetősége, a futsal csapat, aki minden évben szervez jótékonyságit, és Gulyás főorvos úr saját adományozásában az összekötő kapocs, hogy gyerekosztályra adott, és végre sikerült olyan textíliákat, amelyik modern, játékos, kinézetű, hangulatjavító. Ennek különösen örül a főigazgató, hiszen ezek beszerzésére nincs pályázati forrás, tette hozzá. Minden adomány, jótékonysági megmozdulás, ami a Gyöngyösi Kórházat érinti, fontos pozitív visszajelzés a gyógyító munkáról. Különösen fontos a most átadott adományt összegyűjtők személye, hiszen fiatalokról van szó. A Berze Nagy János gimnázium diákjai egy karácsonyi jótékonykodás során gyűjtöttek össze 100 000 forintot a gyermekosztálynak. Az iskolában decemberben egy köztisüti nevű kezdeményezést szerveztünk, ahol az iskolában járó gyerekek sütöttek sütit, készítettek ételeket, és még árultunk kávét és teát, és az ebből befolyó pénzt adományoztuk. Az adományozó gyöngyösi szórakozóhely pedig egy rendezvény teljes bevételét ajánlotta fel. Minden évben szoktuk támogatni a kórházat, és igazából úgy gondoltuk, hogy a gyerekek a jövő, ők fogják szebbé varázsolni a mi jövőnket, úgyhogy ha mi ezzel hozzájárultunk az ő gyógyulásokhoz, hogy vagy jobban érezzék magukat itt a kórházban, akkor mi vagyunk a legboldogabbak. Fiatal sportemberek, akik évek óta támogatják a legkisebbek gyógyulását, ebben az évben 750 ezer forinttal támogatták a kórházat. Az intézmény vezető az adományok átadásakor külön megköszönte a Gyöngyösi Kórházban több mint 57 éve dolgozó, ma is aktív dr. Gulyás Zoltán főorvos 300 ezer forintos adományát. Műsorral és koszorúzással emlékeztek meg Almási Pálról a Gyöngyös főterén kihelyezett emléktáblájánál. Az esemény szónoka hangsúlyozta, fontos, hogy tápláljuk a hagyományokat, büszkén emlékezzünk elődeinkre és őrizzük a város történelmi büszkeségeinek emlékét. A gyöngyösi születésű politikusra emlékeztek a főtéri emléktáblánál. 1860-as évek magyarországi függetlenségi szervezkedések egyik vezetőjének emlékére a Zaba Sámuel hagyományőrző dalkör egy 48-as dalt énekelt közösen. Most akarják kiirtani, kiirtani, de az Isten, a jó Isten nem engedi. Ezt követően Almási Pál életét és fontosabb tetteit Kálmán Árpád elevenítette fel. 1849-ben a képviselő az elnöke lett. Ő lesz a függetlenségi nyilatkozat kidolgozója, egyik kidolgozója, és ő az, aki levezeti a Debreceni Nagy Templomban a függetlenségi nyilatkozattal kapcsolatos tervezetet, amelyben kimondják az ország függetlenségét, trónfosztását. Ő élete során ezt követően kétszer is elszenvedi azt, hogy halálra ítéljék, szerencsére azonban egyszer sem hajtották végre az ítéletet. A szervezők számára fontos a hagyományőrzés és megemlékezés. Az emléktábla kezdetben a mezőgazdasági középiskolában volt, később a Mátra erdészeti középiskolába került, és ennek mintájára készült el a főtéren kihelyezett emléktábla. Még egy megemlékező helyünk van, ez Budapesten a Kerepesi temető, ahová egyrészt a mezőgazdasági középiskolával és a másik iskolámmal, az erdészeti középiskolával jártunk rendszeresen sírt gondozni, illetve megemlékezni. A megemlékezés végén koszorút helyezett el Almási Pál emléktáblájánál Gyöngyösváros önkormányzata, a Bene Egylet, a Mátra Honvédka Színű Kulturális Egyesület és a Zaba Sámuel hagyományőrző dalkör. Ötödik alkalommal hívták életre az Óvodások Hete elnevezésű programsorozatot a Városi Gyermekkönyvtárban. A mese délelőttök tematikája ezúttal a barna medve, a gyerekek nagy kedvence volt. Ehhez kapcsolódóan játékos, interaktív foglalkozások várják az óvodásokat nap mint nap, több turnusban. A kezdeményezés sikerét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a városi óvodások mellett már a környező településekről is érkeznek gyerekek. Barlangban én is halat eszi.
Ő nem más, mint a barna medve, az idei óvodások hetének a fő témája. Ezúttal a Platán úti tagóvoda kisovodásait látták vendégül a Városi Gyermekkönyvtárban egy jó hangulatú mese délelőtre. A kezdeményezést 5 évvel ezelőtt indították el, és minden alkalommal más témát járnak körbe. Emelte ki Tóth Szilvia, gyermekkönyvtáros. Általában azért olyan témát választunk, amit már azért az óvodában valószínű, hogy találkoztak vele, vagy feldolgozták. Az idei témánk a medve. Ez valamilyen szinten abból aktuális, mivel nem régen bújt ki a barlangjából, így egy valamilyen szinten tudjuk kötni az évszakhoz, az időhöz, meg próbálunk azért, volt olyan, hogy tavaszváró foglalkozás, azért próbálunk témában maradni. A kézműves és bábozós foglalkozások mellett ezúttal képfelismerős feladatokkal is készültek a kicsiknek. Ez az ajakos medve. A 2 felvonásos mese délelőttök a héten, és az azt követő 2 hétben is lesznek még. A kezdeményezés sikerét pedig mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a város óvodásai mellett már a környező településekről, például Nagyrédéről is érkeznek gyerekek. Mozsár Alex uszonyos úszó újabb világkupa pontszerző versenyen járt. A Mátrai Erőmű Bulvárklub fiatal versenyzője már a felnőtt mezőnyben igyekszik pontokat gyűjteni, hogy a nyáron Görögországban rendezendő világbajnokságon megszerezze az indulás jogát. Veres András a klub és egyben a válogatott edzője elmondta, mind a junior lányok, mind Alex teljesítményével elégedett volt. Mind a 6 versenyző olyan versenyző, aki a válogatottban van, keret vagy utazó csapat tag, pontosabban az szeretne lenni. Egerben egy hónappal ezelőtt volt ugye a világkupa forduló első, sorozat első fordulója. Ott már egy lány úszott szintet, junior Európa-bajnokságra, Pernyész Dorottya, világbajnokságra, bocsánat. És hát most ezen a versenyen pedig sikerült ugyanúgy a junior VB-re Deme Dorkának szintet úsznia, illetve a felnőtt EB-re Mozsár Alexnek. A verseny helyszíne az olaszországi Lignano városa úgy tűnik kedvenc lesz a jövőben is, ahol minden gyöngyösi versenyző jól teljesített. A felnőtt mezőnyben Mozsár Alex a 400 méter felszíni úszásban teljesítette a világbajnoki kvalifikáció szintidőt. 3 versenyszámba indultam, 200 méter felszíni, 400 méter felszíni és 800 méter felszíni. Ezek közül a 400 méter volt a legfontosabb, ami sikerült is a szintidőt megúsztam és egy egyéni második helyet szereznem. 200 méteren jobb időre számítottam, azon is szerettem volna a szintet. 800 méteren meg igazából csak ilyen örömúszás volt, azt már több mint egy éve úsztam, és most kipróbáltuk újra, hogy mit tudok a vízbe. Alex olaszországi úszása tehát egy számban már biztos VB szereplést ért, de a gyöngyösi tehetség ezzel nem elégszik meg. Az úszó 4 hét múlva a Franciaországban rendezendő világkupa fordulón a 200 méter felszíni úszás számban is szeretné a VB kvalifikációt kiharcolni. Idén is pályázhatnak az önkormányzatok intézményfejlesztésekre, sportfejlesztésekre, valamint út- és járdafelújításra. A pályázat keretösszege 5 milliárd forint, jelentette a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Pogácsás Tibor elmondta, intézményfejlesztésre 2 milliárd, sportfejlesztésre 500 millió, út- és járdafelújításra 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A forrás az igények függvényében emelhető. Ősszel folytatódik az állami erdőkben az idei faültetési program. A tavaszi és őszi szezonban így akár csak nem 50 millió csemetével gyarapodhat az állomány. Az évtizedek óta tartó programoknak köszönhetően Magyarországon folyamatosan nő az erdőterületek aránya, írja az MTI. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Jókor jött, csapadék hiány a földeken, de várják az utánpótlást. Újra termelődik, illegális szemét a Durandában. Adomány a kórháznak, fiatalok gyűjtöttek a kicsiknek. Önök a Gyöngyösi Híradót látták kedden. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap ugyanitt, ugyanebben az időben várjuk majd önöket. A viszontlátásra!